Segíteni úgy kell, hogy a másik számára is fogadható legyen. Szenvedélybetegségekkel foglalkozó szakemberek egyeztették munkájukat Nyíregyházán a Váci Mihály Kulturális Központban. Kiemelt célja a rendezvénynek, hogy a különböző területek partnerségben egymást támogatva működjenek. Szerencsére nagyon színes a paletta, ahol megjelennek a segítők. Iskolától kezdve egyházi szervezetig, civil szervezetek, kórházak, vagy a kórház, a egészségügyi szakellátórendszer különböző pontjai, mindenkinek máshol van feladata, mindenkinek máshol van lehetősége, és mindenki máshol tud segíteni ezeknek az embereknek. Nagyon hosszú út az, amikor valaki felépül egy függőségből, és nagyon sok segítő kézre, segítő kapcsolatra van szüksége. És pont az a jó ebben a közös munkában, hogy ez a kapcsolati háló, ami segíthet a felépülő embernek, az ennek a fórumnak az irányításával vagy segítségével is kialakítható. Rusinné Fedor Anita beszédében rávilágított, az egészségben várható életévek száma közel 4 évvel emelkedett. A társadalmi különbségek azonban jelentősek. A legalacsonyabb iskolázottságú nők 11, a férfiak 12 éve rövidebb korlátozástól mentes életre számíthatnak, mint a diplomával rendelkezők. Erdély Ágnes elmondta, nagyon sok alkalmi szerhasználó van. A függőség az nem biztos, hogy akkora nagy arányú, mint ahogy általában az átlag ember gondolná, hiszen a függőség az már egy rendszeres szerhasználat, aminek megvannak a maga pszichológiai és egészségügyi kockázatai, károsodás, illetve a kapcsolatrendszerbe, de nagyon sok kíváncsi, kipróbáló, nagyon sok alkalmi szerhasználó van, akik nem feltétlenül kalkulálják be a kipróbálás során annak a kockázatát, hogy mi történik esetleg, hogyha többször visszatér erre a dologra. Mindenképpen fontosnak tartja ez a fórum, hogy információt adjunk át a fiataloknak, és hogy segítsük őket abban, hogy erősödjenek. Egy csomó olyan fajta jó megoldási dolgok van az életük terén, ami igazából nem is fogja szükségessé tenni azt, hogy valamilyen tudatmódosítószerrel éljenek. A fórumon 2 előadást tartottak, ami szakmai rálátást adott a segítő szakmában dolgozóknak. Annak érdekében, hogy a közös munka még hatékonyabb legyen, lehetőség volt a közös beszélgetésre, ötletelésre, vélemények egyeztetésére is.